A Stihl mindenki számára tud motorfűrészeket adni, attól függően, hogy mennyire rutinos a felhasználó, vagy hogy milyen munkáról lenne szó, amit el kellene végezni. Gyertek megmutatni. Kezdjük szerintem az AK-s szériás akkumulátoros gépekkel. Ezek alapvetően ilyen háztáji munkákhoz, egy-egy fán elvégzett tisztítások, koronaemelés vagy meccésekhez tökéletesen jó masinák. Alapvetően ugye szerszám nélküli láncfeszítésre van lehetőség, tehát nem kell külön egy kombikulcsot használni hozzá, illetve hát amennyi akkumulátorod van, addig tudod üzemeltetni a masinát. Benzines masinákból itt van a klasszikus MS-170-es, MS-180-as, alapvetően egy nagyon egyszerű kialakítás, elég régóta van a piacon, jól kiforta magát. Alapvetően a kis teljesítmény kategóriába tartozik, de nyugodtan le neki lehet ugrani egy olyan 15-20 centis fátmérőnek is fele akár. Ház körüli munkákhoz, tűzifa hoztolásra tökéletesen megfelelő. Szintén egy klasszikus a 141C elektromos masina, tehát hogyha valaki nem szeretne motorikusan sok időt, energiát fektetni a gépnek az üzemeltetésébe, vagy alapvetően amúgy is statikus munkát végez, akkor egy bak mellé egy maximum 20 méteres kihosszabbítással tökéletesen megbízható és egy jó kis melóstárs. Hogyha valaki fizikálisan nem annyira erős vagy ízületi problémákkal küzd, akkor vannak könnyített indítási technológiával ellátott masinák is. 181-nél, 211-nél, 231-nél ott vannak a komfort indításos masinák. Szakma szempontjából tűzifahoztolás, darabolás, kertészeti munkák, kisebb erdészeti munkák. Erdészeti fűrészek között a legkisebb teljesítmény kategóriás a 261-es, gajazás, darabolás, hoztolás tökéletesen jó. Érdemes pár szót ejteni erről az új akkumulátoros gépről. Ez a MSA300CO. Gyakorlatilag teljesítményben most ez a gép van párban a 261-essel. Akkumulátoros technológia inkább ilyen urbanizált környezetben vagy zárt térben történő munkavégzésre egy elég jó teljesítményű masina. Faápoláshoz vagy veszélyes munkákhoz akkor a felső markolatos fűrészek tökéletesen jók. Gyakorlatilag, hogyha valaki beülőből dolgozik, vagy kosaras autóból dolgozik, akkor ezek a legkényelmesebbek és legjobb kialakítások. Végezetül ugye hát a döntési munkákhoz, ami az igazi stílfűrész vonal. 462-es, 661-es tökéletesen jó döntőfűrészek. Az 500i, ami a fűrészek között egy injektoros technológiát képviselő masina, ami azért jó, mert alapvetően a vibrációmentessé teszi részben a munkát, tehát sokkal biztonságosabb üzemeltetést tesz lehetővé. Hogyha valakinek ezek nem lettek volna elegendőek, akkor itt a jó kis 881-esünk, 404-es lánccal, ezzel aztán mindent ki lehet borítani. Ha már a legnagyobbat megmutattam, akkor hadd mutassam be a legkisebbet is. Hogyha valakinek tényleg kis kerti munkára kellene, vagy kis meccésre egy jó fűrész, akkor kis GTA 26-os tökéletesen jó.